szárnyat, sem el fogja ütni a gépet. Hát ja. Annyi, hogy én a legkisebb géppel kezdem, és úgy megyek felfel a bombázóig. Hm. Még tök, majdnem mindegyik bombázó, szóval tök. Úristen, de lassú, de... Bobby, hoztál T2-es gépet, ugye? Csak egyeseket hoztam. Akkor miért vannak Spitfire-ök mellettem? Nem tudom. És miért csak 233 végsebességem? Nem tudom. Én csak egyeseket hoztam, nézd meg mivel. Ezek T2-es gépek. Azért, mert felhúzott, bazd meg! Nem vezettél még izét, propelleres repülőgépet? Ezzel felle? Felle, azt megtartod a lendületedet. Én sem értem, hogy miért vannak Spitfire-ok. Nézzek, P-Holmes, ezek esélyük sincsen ilyenekkel. Blenheim Mark 4. Hát ez kemény lesz. Hány ágyunkban? Kettő, fasza. Na talán a sukkettesek tudom meg rólam kikapni. Ott arra sokan rácsatlakoztak. Ott az a Spitfire-ra rárepülünk. Ajjaj! Anyád a szórakozta rohadék. Jaj, 510-en már szétesik a gép. Langolok. Lángolok. Tudod... Kilőttem egyet. Pont kilőttem a pilótát, egyet lőttem, az is a pilótára ment. Les, lelőtték a szárnyamot a ruszkik. Úristen, mi az a permetezőgép? Azt a Blenheimre rámegyek, meg tudom kiszedni. De undorítóan lassú ez a gép. Blenheim. Zuhanok rátok én is. Blenheim bombázó. Jaj, Tourette, bazd meg. Tényleg. 500-nál kezdesz széthúzni a gép? Igen. Ú, akkor visszaveszünk. Hát kiírja, amikor vissza le kell menned, mert csak árkádó, szóval. Ja. Bazdok, a Blenheim gyorsabb, mint én. Lassan rám megyek. Én elkezdem bombázni akkor. Engem kiszedtek. Isakok vannak itt. Te! Főleg. Küldöm és nem találom, az... What the fuck? Előre kell lőni, tudod? Tudom, a kiskört. Igen. És ugye ez realisztikusban nincsen, kiskör. Neki már egy bázisokat kezdeni. Én ezt nem hiszem el, hát telibe küldtem ember és... És vége. Azt gondolod ezekkel a gépekkel, hogy tényleg kurva lassúak. Tehát én Spitfire-om hatalmasan érje. Tényleg az lenne, az nem bírnám átlőni az izét. Blenheim. De átbírod lőni, simán. És nagyon bírja a lövéseket a Blenheim. De nem írta a sebzés, nem írta a sebzésemet. Akkor nem talált, akkor nem talált. Pedig telibe küldtem, Geto. Van egy néha, hogy kicsi félrelő a fegyver, már a nagyobb távokon is kifejlesztek külön, hogy... Egy kilométer alatt volt. Hát akkor is. Ilyen 8, ilyen 400 ilyen szar alapfegyverekkel még. Úristen, de utána szólsz gépeket. B1. Oké, T1-es gladiátorok. Azokkal elbírok meg én is. Azt mondja, hogy izé, csökkentsem a sebességet. Jaj, 20 fejjel egy kicsit, de jó pár másodpercig bírja még úgy. Istenem, hát simán lenyomtam azt a faszét, és megint nem kapott, hogy megsebeztem volna. Gladiátor az miféle gép? Szar, miért? Angol. Angol? Most egy ruszki rám szállt itt. Aztán nagyon ki fog szedni. Hát tiszteljük vagyok. Jaj, bazeg hurrikén. Itt egy hurrikén nagyon rám szállt. Azt a U88-at kerítjük most. Úristen! De bátor vagy, öcsém. Annak vége, nincs szárnya. Leszett a szárnyamat még úgy, hogy izé. Nem is mentem rá. Na nekem is, lelőttek meg kettőt. Hát azt jelenti, hogy a gépek kurvalassan fordul, aztán nem bírok... Pont egy ilyen P50-es ment mellettem, kurva közel lassan fordult előttem, aztán nem bírtam tartani vele a fordulást. Hogy szétlőjem pont a pilótáját. Eltartom a rohadékot, Geco. Likker és fel van szerelve a bomba. Aha, elég mire? Nagy. Mire? Hány ton? Hány kilós? Szerintem ez a 250-es. Hát az lófasz. Én vagyok az első csapatban. Jó, én akkor megyek bombázni. Ti meg szórakozzatok. Vége!
Tehát van le pontosan abban a körben, csak a kis karikát kicsit körbe kell lőni, érted? Biztos jó, mert gyakran pontotlan a szar a pilóta, érted? Gyakran pontatlan. És akkor néhány pilótáim elég szarok. Úristen! Nagyon ki lettem cselezve. Vigyázz, mert oldalról mennek rád. Picsába. Hurikán! Szétkúrlak. Te is a hurikán vagy rágerjedve? Én is arra gyorsulok rá. Voltunk rágerjedve. Ketten belémetek egyszerre. Kérgetek elég sokan. Nem baj, még véghez viszem a bombázást. Ja. Sorozzál az atollal. Nem sorozom. Gül tárkával visszakopott, hogy elfogy. Nem érdekel, véghez viszem a bombázást. És nem engedi, hogy véghez vigyem a bombázást. Töltsed már! Jaj, a szopás, gondolom beakadt, mi? Beind az állat. Jaj, azt ki kell fullozni ahhoz az izét, a weapon maintenance szakosz, hogy soha nem akad be. Jó, már olyan fejére kitul, már nem akad be kb. Csak minden 20. meccsben. Nézd, hozom a nagy bombázót. Én már meghaltam. Ketten benéltek. Megvan a kis rohadék. És várjam, belefuszolni a fákba. Ez a legjobb rész. Gondolom az nektek... Mi az a jak egyesen, az a koponya? Attom. Ő az meg. És a csapattársaim lőttek rám megint, ez komoly. Igen, hülyék. Sek hülyék. Nem, ez a hurikén volt balra tőled. Mindenki arra szállt rá. A P-shooterekkel vigyázzál. Nagyon jó géppuskáik van, aztán soroltak mint a rohadás. De viszonylag könnyű kicserezni őket általában. Szép, azt kiszedted még. Most már belejövök. Csak azt mondod, hogy a jakok nagyon... A jak kettesek, amikkel utána két rohadt gyorsan... Fogyatolóerő... Na most vissza. Mi fog ilyen tudni, hol kell gyorsítani? Blaze, én tudok ilyet vezetni. Na. Én ebben nagyon jó vagyok. Vezettél már ilyet? Vezettem már ilyet propelleres repcsiket. Csak HD fura volt, hogy itt így lő a gép. Mi az a HDG? Én izével játszottam. World of Warplanes vagyunk. Kló, mi a franc az a HDG? Hidrogén bomba? HDG. Na, be vagyok akadva. Te húdodom a kiírva. HDG 91. Miget lőtt felettem? Ne, ez atomnak a útján. P36C. Meghaltam, kiszedtek. Kergetem itt a miget, basszus, de... Gyorsabb nálad, mi? Jóval gyorsabb. Kifekült a pilótája, jól látom. Jó, még tudom hozni még egyszer. Be vagyok akadva. Akárhányszor tudom hozni. Miget meghalt, fölösleges izélened. Kifekült szerintem a pilótája. Én egy másik miget kergetek. Ja. Oké, megvan. Nincs bombája. De még nem fogom. Leesel. Lekergettem a földre, ott a légvédelem. A BF. Mögötted van valaki. Nem tudom, ellenség kamikáze vagy te. Voltam. Ó, valaki most már rám próbált. Ugyanolyan típus, mint te. Nem, az angol gladiátor lehet. Ki 61 ott nagyon neked próbál jönni, ha jól látom. Igen. Melyikor egy kamikázét, mindjárt. Igen, azt mondták, hogy szét van kúra a gép, akkor inkább kamikázéznak. Ó, nem, egy normád vagy milyen ellenem. Gladiátor. Nimrod. Végem. Az jó gép amúgy alapból. Nagyon durva harc ment fele. Nem bírtam. Elfogytak a gépeim. Okay. Na, Clone, nézzük, mit csinálsz a PS110-zel. Támadó gép. Szóval van bomba az útból. De ezt a T2-es gépet hoztál véletlenül, nem? Nem. Van, támadó gépje a PS110, jól emlékszem. Szóval... Nagy kaliberű szarok vannak rajta. Az van rajta, tracer-es nagy. Úgy tudod, be tudod állítani, milyen fajta lőszer legyen benne, tudod? Ki kell fejleszteni, mi aztán. Kicsolesz. Szemét is kicsolesz. Azt a miget kergettem én, basszus. Kicsit meglőtt. Ja nem, amit én... Szárnyam. Ami meg miggel én harcoltam, annak meg sérülve. Persze, fél szárnyal, jó vicc. Elvileg lehetséges, itt
A szűrőtöltőképernyőt. Üzével lehet, valamelyikkel lehet, de ezek a T1-esekkel biztosan, ezekkel a nagy 4 rotorosokkal lehet, gondolom én. Vége? Returnt a hanggal? Nézzük. Ó, oh, még van egy H51 C1-je. Ja. Na, kijöttem hangárba. Kaptam két kitüntetést is. Basszus. Amúgy már nincs sok gépük. Azt vettem észre. Elég van már gépük. Ja, kevesebb vannak, mint mi. Hát MiG-34, Su-2, BF-110, Nimrod. Hát ilyen alapok vannak, Fury. Szerik ki előlem folyamatosan. Én meg akkor tudok menni nyugaton szőnyeg bombázni, ha úgy szedik, de nem. Amcsügépek már. Rám repülnek. Sincsenek többen. Hát többen vagytok amúgy. Nem szinte gépben ülnek. Akkor lehet akarja azért. Hogy a feljövő akármibe is vagy te. Van csak több halljuk. Na, kreatív van. Na, nyerjétek már meg ezt. Hát már csak egy bázisuk van. Jó, arra legyek rá. Kettő. Ja, kettő, bocsánat. Van rajta bomba neked? Van, ott van az alján. Egy darab bomba, azt. Nem. 6 kettő. Bomba. Ja. Én izé lesz ebből él ilyen. Yeah. Ad hány kilós? 50? Nem tudom, de bombák kiengedve. Nem fog betalálni, fogadjunk. Tényleg, ha bomba lenne rajtad és belezuhannál az első bomba, felrobbanna? Nem tudom, de... Nem. Úgy van, hogy amikor... Eltűnt a bázis. Hogy a bomba az csak akkor robban, hogyha előtte már ki van biztosítva. Átintettem a bázist, kibombáztam. 6 percet kéne még kibírni. Csak mi kapsz a bombát? Aha. Addig vadász el. Most a fölös súlyt le is dobtad. Kellene kibírni. Zseniális volt ez, mi? Na, mehetünk? Klubban belezont. Szemből valaki. Állítsd a motort, állítsd a motort. Mi ja. Meghaltam egyből. Telibe. Ja. Ilyenkor...